A Pincsuk Művészeti Központ a kijevi kultúrszcéna meghatározó helyszíne. A Viktor Pincsuk ukrán üzletember és műgyűjtő által életre hívott központ legfőbb attrakciója jelenleg a litván alkotó Emilia Skarnulite munkásságát bemutató kiállítás. A vizuális művészetekkel foglalkozó fiatal filmest saját bevallása szerint a jövő régészete érdekli, vagyis a bolygónkon az emberiség ejtette sebek és jelek azok, amik foglalkoztatják. Egy csodálatos művészről van szó, akinek alkotásai mélytengeri bányászattal is foglalkoznak, egy ma nagyon is aktuális témával, mondja a kiállítás kurátora. Azokkal a vele kapcsolatos törvényekkel, melyekről mindössze egy hete szavaztak, és amelyekről most fognak szavazni. A mélytengeri bányászat egy nagyon nehézkes, új ipari forma, amely az óceánok élővilágának létét teszi kockára, tette hozzá. A művész az elmúlt években a nukleáris hulladék okozta problémákkal foglalkozott. Ennek eredménye a két fénydobozból és egy óriási kivetítőből álló installáció. A radioaktivitás, az atomhulladék az, ami érdekel. Nem hiszek a beszélő fejek narratívájában, sokkal inkább az íráson és időn keresztül láttatott mondani valóban. Sok film inspirált, ilyen volt Tarkovszki Stalkerja. Fontos számomra, hogyan mozgunk az időben, foglalkoztat az idő múlása, a térben lebegés. Kicsit olyan ez, mintha az űrben lebegnénk, magyarázta a művész. A Chambers of Radiance címet viselő tárlat májusig látható a kijevi központban.